Köszöntöm kedves nézőinket! Önök a Pécsi Tudományegyetem Universitas televíziójának műsorát látják a tavaszi szemeszterben először. Röviden a tartalomból. Gábor Dénes díjjal tüntették ki dr. Lustyik Györgyöt. A 2006-os évet professzori találkozóval nyitották meg egyetemünkön. Gábor Dénes díjat adtak át Somosi Lászlónak. Idén ismét megszervezték az egyetemi bált. Elhunyt Sasvári Attila, a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetének főiskolai tanára, a nagyszerű pedagógustól barátai, kollégái, tanítványai emlékműsorral búcsúztak. Az elhunyt Sasvári Attila főiskolai tanár, karnagy klinikai szakpszichológusról, barátai, kollégái, tanítványai és tisztelői emlékműsorral búcsúztak a Művészetek Házában. Sasvári Attila 1974-től tanította a Pécsi Zeneművészeti Főiskolán énektanári és karvezetői diplomával. 87-től 14 évig igazgatója volt az intézetnek, sikeresen vezényelte az akkreditációját és az egyetemi integrációt. Pszichológusi diplomával klinikai pszichológusi tevékenységet is folytatott a Honvéd Kórházban, majd az egyetem pszichiátriai és orvosi pszichológiai klinikáján. Az országban elsőként indította el a zeneterapeuta képzést a művészeti kar és a pszichiátriai klinika összefogásával. Életének utolsó aktív szakaszában a Bölcsészettudományi Kar Neveléstudományi Intézetében tanított. Sasvári Attila 2004 márciusi adásunkban a zeneterapeuta képzésről beszélt. Ezzel a felvétellel emlékezünk meg róla. Az első művészetterápiás képzés régóta szerettük volna, hogy megvalósuljon, tehát egyetemi körülmények között szervezett képzésként. Most szerencsésen az Orvos Egyetem és a Művészeti Kar összefogásából, és abból a helyzetből, hogy Pécset egyrészt előzménye van a művészetek terápiás felhasználásának, itt gondolok a pszichiátriai klinika képzőművészeti, illetve zenei előzményeire. Másrészt a személy összetétele az oktatói karnak olyan szerencsésen jelen van, hogy úgy gondoljuk, hogy egy nagyon színvonalas képzést indíthatunk. Gábor Dénes díjjal tüntették ki dr. Lustyik György biofizikust, a Biofizikai Intézet sejtanalitikai laborjának vezetőjét. A docensúr kutatási munkájáról beszél a következő percekben. Dr. Lustyik György fizikus, a biológiai tudományok kandidátusa, többek között a bioinformatikai területen egyedülálló sejtanalitikai szoftvercsomag kidolgozásáért vehette át a Gábor Dénes díjat. Van egy mikroanalitikai eljárás, amelyik áramlási citometriára épül, úgy hívják, hogy multiplex mikrogyöngymátrix technológia, és ennek a technológiának az adatfeldolgozása igényel egy olyan szoftveres megoldást, amely korábban még ebben a formában ilyen hatékonysággal nem létezett. Egy ilyen szoftvert fejlesztettünk ki, és ez a szoftver ma már az egész világon tulajdonképpen felhasználásra kerül. Tehát a sejtanalitikai laborokban világszerte használják, egy világcég forgalmazza. Mikrogyöngyökkel, tehát nagyon pici, a szemmel nem látható, az emberi sejt méreteivel összevethető méretű gyöngyök felszínére viszünk fel olyan reagenseket, és utána ezeket a gyöngyöket összekeverjük, többféle ilyen gyöngyöt összekeverünk, amiből végső soron egy csepp mintából nagyon sokféle vizsgálatot lehet egyidejűleg elvégezni. Ez lehet orvosi vizsgálat, lehet környezetvédelmi, lehet állategészségügyi, lehet a molekuláris biológiához tartozó olyan vizsgálat sorozat, amely az alapkutatáshoz szükséges. Dr. Lustyik György Pécsett egy Európában is újdonságnak számító sejtanalitikai laboratóriumot is létrehozott. Az az egyedülállósága, hogy az eszközállomány olyan módon lett összeválogatva, ami ennek az egészen új technológiának, hiszen néhány éves múltra tekint vissza, a kiszolgálására szolgál. Olyan áramlási citométerek, olyan laboratóriumi eszközök kerültek alkalmazásra, amelyek ezeken a mikrogyöngyökön végzett kémiai átalakításokat és azoknak a tesztelését szolgálják specifikusan. Tehát egyetlen műszer sem olyan, amelyik nem létezik sehol máshogy, hanem a laboratórium mint együttes képvisel egy viszonylag ritka összeállítást. Mit jelent önnek ez a kitüntetés? Rendkívül büszke vagyok erre a kitüntetésre. Ez egy nagyon nívós kitüntetés, tehát nagyon kevés ember kapja meg, és
Azt hiszem, hogy ez a kitüntetés kötelezés, tehát a jövőre vonatkozóan. Én úgy gondolom, hogy az egyetem számára is lehet ennek egy olyan üzenete, hogy végső soron az, ami miatt én ezt a kitüntetést kaptam, tehát az, hogy az alapkutatás területéről egy vállalkozásba, közvetlen alkalmazás irányába tudtam ezt elvinni, ez felhívhatja a figyelmet arra, hogy az egyetem kutatói számára ez egy perspektívát jelent. És az egyetem számára is kell, hogy jelentse azt, és jelenti azt, hogy az alapkutatásból származó eredmények hasznosításra egyre sürgetőbb feladat, és ez nem egyszerű, de nem lehetetlen. El lehet jutni oda, hogy az ember végsősorban az egész világban elterjeszthető dolgot fejleszt ki alapkutatásból kiindulva. A már szokásos újévi professzori találkozóval kezdődött egyetemünkön a 2006-os esztendő. A rendezvényen dr. Lénárd László egyetemünk rektora beszámolt az elmúlt év eseményeiről, és vázolta az új év feladatait, kihívásait. Az újévi professzori találkozón dr. Lénárd László egyetemünk rektora köszöntötte a vendégeket, majd megtekintették televíziónk 2005-ös adásaiból készített összeállítást. Rektor úr szintén értékelte az elmúlt évet, majd összefoglalta az új év legfontosabb feladatait. Nagyon sok tennivalónk lesz a most indult évben, és ezt több csoportra osztanám. Az egyik az ősszel elfogadott felsőoktatási törvény végrehajtásával kapcsolatos, ami részben új struktúrákat fogalmaz meg, egy gazdasági tanács felállítását is megköveteli tőlünk, de mindenek előtt egy alkotmányozást. Tehát a szervezeti működési szabályzatunk és annak valamennyi mellékletét érinti az, hogy ezeket átnézzük, adott esetben átalakítsuk. A törvény ugyan kijött, de ez fog tartozni 24 kormányrendelet, amiből még egyet sem láttunk, és március 1-től már az új törvény él. Tehát nagyon föl fog gyorsulni az elkövetkezendő hetekben, hónapokban ez az irányú munka. Ez egy nagyon fontos és elég hosszantartó tevékenység lesz. A második csoport az az oktatás. A Bologna folyamatból adódóan szeptember 1-től már az újfajta képzési rend indul be, tehát az első 3 év után a hallgatók kapnak egy diplomát, ezt talán a régi főiskolai képzéshez tudnám hasonlítani, majd pedig egy 2 éves ciklus következik be, ami az egyetemi szintet jelenti, egyetemi diplomát, és ezt követő 3 év van most már, talán remélem mondhatom, hogy megszokott doktoriskola PhD rendszert jelenti. Szeptember lesz az az idő, amikor kivéve a jogász és orvosképzést valamennyi szakon a új rendszerint indul a képzés. Emögött egy óriási munka áll, ami az elmúlt 2005-ös esztendő tevékenysége. Itt oktatók tömegei, karokvezetői, rektori apparatúra, különösen ugye az oktatási rektorhelyettes és az ő vezetésével egy óriási munka zajlott le, és ezeket a szakokat mind-mind akreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság, már ami ezeket a BSC szakokat illeti. Országosan, ami előttünk áll, az egyetemi szakoknak a véghezvitele, kidolgozása és akkreditáltatása, tehát az MS szakoké, és ez bizony a tavasznak a munkája, és ez egy borzasztó nagy feladat halmaz lesz. Végezetül nagy dolog, hogy jó oktatóink vannak, hallgatóinkból is van éppen elég, legnagyobb létszámú magyar egyetem vagyunk, de ha háttéripar nem megfelelő, akkor bizony előbb-utóbb gondjaink lesznek. És meg kell mondanom, hogy nem megfelelő, jobb mondva nem mindenütt, hiszen 30-40 éves épületek vannak. Ennek következtében az egyetem fejlesztésébe tartozó PPP konstrukcióban meglévő dolgainkat kell tisztáznunk, közbeszerzési kiírások már el is kezdődtek, és talán az egyetem történetében soha nem látott építkezés lesz. Ennek a teljes összege mintegy 12 milliárd forint, aminek a felét persze az egyetemnek kell kifizetnie 20 éves részletekben, de mégiscsak reményeink szerint oda vezet, hogy 2007 elején és 2008-ban sorra lehet átadni a megújult karokat, és mindenek előtt a hallgatókat érintő kollégiumokat. A szenátus dékána emerita címet és az egyetem pecsétgyűrűjét adományozta dr. von Márta professzorasszonynak. A bölcsészettudományi karon 1999 és 2005 között végzett kimagasló kari vezetői tevékenységért. A rendezvény Király Csaba a Művészeti Kar Zeneművészeti Intézet igazgatójának ünnepi műsorával zárult.
Gábor Dénes díjjal tüntették ki Somosi Lászlót, Pécs Energiatermelő Részvénytársaságának elnök vezérigazgatóját, egyetemünk társadalmi szenátorát. A kitüntetéssel tudományos kutatási fejlesztési és innovatív tevékenységét ismerték el, amely hozzájárult a környezeti értékek megőrzéséhez. Somosi László a Pannon Power Holding RT elnök vezérigazgatójaként jelentősen hozzájárult Pécs és a Dél-Dunántúli régió energetikai fejlődéséhez. A megújuló energiaforrások felhasználásának irányába fordította a vállalat fejlesztési stratégiáját, csökkentve a város környezeti terhelését. Munkájáért Gábor Dénes díjjal tüntették ki. A Pannon Power az új évtizedet, évszázadot egy új stratégiával kezdte, mert stratégia lényege az volt, hogy fel kell váltani a szennyező technológiát, tüzelőanyagot kell váltani, részben gázbázisra alapozva, de ami az újszerű és újdonság volt tulajdonképpen Magyarországon, de valójában Európában is, az, hogy nagy erőművi méretekben biomasszát is alkalmazunk. A biomassa fejlesztés az, hogy egy 50 megawattos blokkot teljes mértékben faaprítékra állítottunk át high-tech-kel, tehát a legmagasabb szintű technológiával, egy finn technológia, eredményezte, hogy a környezeti terhelésünk gyakorlatilag minimálisra zsugorodott, hova tovább nem is mérhető, és ez szabad mondanom forradalmi áttörést hozott a város környezeti terhelésének a csökkentésében. Missziónkban azt tűztük ki magunk elé, hogy Magyarország vezető megújuló energiatermelői leszünk. Most is már elértük ezt a célt, de itt nem szeretnénk megállni. Azt szeretnénk, hogy ez a megújuló energia olyan biomasszán alapuljon, amely Magyarországon és a térségben létrehozott energiaültetvényeken alapuljon. Tehát a térség termelje meg a saját energiafelhasználásának egy részét önmaga. Ez egy olyan léptékű dolog, amely nem csak egy-két évre szól, hanem stratégiai jelentőségű. Ez azt jelenti, hogy további mindegy 30 milliárdos beruházás jönne létre az erőműben. Azt jelenteni, hogy a jelenleg is folyó kutatásfejlesztés eredményeit hasznosítanánk. Szeretném megegyezni, hogy a Pécsi Tudományegyetem nagyon fontos kutatóbázisunk, és konzorciumban jelenleg is egy mindegy 400 millió forintos munkán dolgozunk közösen, számos tanszékkal együtt, partnerünk így az egyetem. Jelenti ez azt is, hogy megújuló energiában egy európai szinten is elsőrangú szereplővé válunk a fejlesztések révén, és azt is, hogy 10 000 hektáron megindulna az energia növények, fák termesztése, amely nagyon sok munkahelyjel, egy jobb megélhetéssel, egy kulturáltabb környezettel járna. Pártvezetőként élem meg legnagyobb örömmel ezt a díjat, hiszen a vezető nem elsősorban mérnök, hanem egy csapat karmestere, és ezt a csapatot kellett sikeres pályára állítani. Öröm számomra azért is, mert ez a díj valahol elismeri az egyetemmel való nagyon szoros együttműködésünk tényét, és ennyiben ezt az örömöt, a díj felett érzett örömöt meg is szeretném osztani az egyetemmel. Az idei farsangi időszakban, február 15-én ismét megrendezték az egyetemi bált a Szigeti úti aulában. Immár 10-szer ad alkalmat ez a bál arra, hogy az egyetem oktatói, dolgozói kötetlenül szórakozzanak együtt. Jubileumi 10. egyetemi bált tartottak a Romhányi György aulában. A vendégeket dr. Lénár László egyetemünk rektora és felesége fogadta. 1996-ban volt először az akkori két nagy egy pécsi egyetem, a Jánus Egyetem és az Orvostudományi Egyetem rektorai határozták el azt, hogy legyen közös bál, hiszen lehetett látni, hogy majd egyesülés lesz. Nem minden évben volt bál az elmúlt időszakban, de amikor utána mentünk és közvéleménykutatást rendeztünk, kiderült, hogy ezt igénylik az emberek, igénylik a kedves kollégák az egyetemről, igénylik a fiatalok, a hallgatók, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon fontos dolog. Ez a bál módot ad arra, hogy a tízkarú egyetem oktatói egymást, és úgy mondanám, hogy egymás családját megismerjék, vagy jobban megismerjék.
tár, egy ilyen összeötvöző pozitív szerepe is van ennek a bálnak. Két egyetem oktató, valamikor egyetem oktatógárdá jobban már megismerte egymást, baráti kapcsolatok szövődtek, tehát most már tényleg kezd kialakulni egy egységes egyetem, úgy látom. 10 éven nyomon követem a bálokat, hiszen feleségemmel részt veszünk ezeken a bálokon. Először Bauer Miklós és Barakonyi Károly rektorok nyitották meg, aztán Tóth József rektor úr volt, és most pedig Lénárt László rektor úr celebrálja. Végre egyszer megállnak az emberek, beszélgetnek, és lazán és könnyedén szórakoznak. Ilyen egy évben nagyon kevés alkalom adódik. Azt hiszem, hogy az egyetem arról híres, hogy feszített tempóval tölti az évet. A rektor úr pohár köszöntője után a nyitótánc következett, mely Kaproncai Balázs tanítványainak sztendertánc egyvelegéből állt. Ezt követően a Pepita Band jóvoltából a hangulat hamar a tetőfokára hágott a táncparketten. Idén egy új programmal is színesítették a szervezők ezt a jelentős eseményt, Bál királyt és Bál királynőt választottak a vendégek. A táncverseny is nagy érdeklődésre tartott számot, összeszokott párosok kiváló koreográfiáit pontozta a szakértő zsűri. A kiváló hangulatot a képek is bizonyítják, de mi kíváncsiak voltunk arra is, egyetemünk vezetősége hogyan emlékszik vissza első báljára. Mi tánciskolába jártunk, annak idején nem volt a középiskolákban koedukáció, tehát fiú- és lányiskolák voltak. Meg kell magának mondanom, hogy sokkal izgalmasabb volt a dolog, hogy egyáltalán egy lánynak udvarolni lehessen, és talán ezért sokkal szebb is volt. Na hát, ekkor tájban voltak ugye a mi generációnk első bájai. De nekem egy kicsit más élményeim is vannak, mert én zenésznek készültem, és ebből a korból, jobban ebben a korban nekem egy tánczenekarom volt, tehát középiskolás korom, érettségis koromban volt egy ilyen zenekarom, tehát én nem csak táncoltam, hanem zenét szolgáltattam. Aztán egyetemi éveim közepe tájáig létezett ez a zenekar. Mi még tánciskolába jártunk annak idején, általános iskolába és gimnáziumba. A feleségemmel is sokat táncoltam, bár az udvarlási periódus rövid volt, 3 hónapig tartott, és utána aztán úgy döntött, hogy igazán nem szeret táncolni. Abszolút vissza tudok emlékezni. Ez Budapesten a Rádai utcában volt, amikor a feleségemmel megismerkedtem nagyon régen. Az általános iskolás időszak volt az első bálozás, amikor még úgynevezett jelmezbálos farsangok voltak. Én sosem voltam tehetséges bálozó, úgyhogy inkább a bálon kívül próbáltam érvényesülni a lányokkal az életben, de szerettem eljárni. Emlékszem, jártam egy tánciskolába, ma már lebontották, a Pécs belvárosában volt, ott próbáltak megtanítani a keringő rejtelmeire, akkor sem sikerült, sajnos azóta sem, de a többi modernebb táncot azt el tudom táncolni. A bál fénypontja Illényi Katica meglepetés műsora volt. Az estét a tombola sorsolás koronázta meg. A következő percekben az egyetemünkön történt eseményekről láthatnak rövid tudósításokat. Egyetemünkre látogatott a kínai Zöcsiáng tartomány oktatási delegációja a tartománybeli oktatási miniszterrel. A küldöttséget dr. Lénárd László egyetemünk rektora fogadta, és elmondta, egyetemünk szeretne a jövőben nagyobb számú kínai hallgatót fogadni térítésköteles angol nyelvű programjain. Az angol képzéseket dr. Komlósi László Imre külügyi rektorhelyettes mutatta be a delegációnak. A kínai tartományi oktatási miniszter felajánlotta segítségét a kínai hallgatók toborzásával kapcsolatban.
Kiemelte, hogy támogatja az Öcsiánk tartománybeli egyetemek és oktatási intézményünk közötti kutatási és oktatási együttműködések kialakítását is. Dr. Magyar Bálint oktatási minisztert és dr. Bakos Károlyt, az Oktatási Minisztérium főtanácsosát látta vendégül egyetemünk. Az általános orvostudományi kar Romhányi György aulájában azon diákoknak tartottak felvételi tájékoztatót, akik a következő tanévben kezdik meg tanulmányaikat valamely felsőoktatási intézmény falai között. A Szigeti úti aulában diákok, szülők, tanárok fogalmazhatták meg problémáikat az oktatási miniszterhez, aki készségesen válaszolt a felmerülő kérdésekre, és egyben beszámolt a Bologna folyamat aktualitásairól. 2005 őszén előadássorozat indult az ország több nagyvárosában, köztünk egyetemünk felnőttképzési és emberi erőforrásfejlesztési karán. A Szabad Egyetemen a rendőrség munkatársai tartották az előadásokat. A képzés során a hallgatók kifejthették véleményüket, kérdéseket tehettek fel az oktatóknak, s a kurzus végén a záróünnepségen a főként ifjúságsegítő szakos diákok tanúsítványt vehettek át a Szántó Kovács János úti díszteremben. Ennek a kezdeményezésnek az volt a célja, hogy a diákok kellő információval rendelkezzenek a bűnmegelőzés lehetőségeiről. Ebben volt egyetemünk segítségére a Baranya megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya, valamint a Belügyminisztérium rendészeti és bűnmegelőzési intézete. Az oklevél átadó ünnepség végén az egykori Zsaru Singers, a Rendőr ki mit tud nyertese adott műsort. Egyetemünk Babits Mihály gyakorló gimnáziuma és szakközépiskolája adott otthont Csőkeren át a művésztanár textiles kiállításának. A tárlaton Murát Ferenc iskolai igazgató mondott köszöntőt. Őt Nagy Márta kerámikus művész szakmai megnyitója követte. A művésznő régóta kíséri figyelemmel az ifjú tehetség alkotói pályafutását, jelenleg a művészeti kar doktori iskolájában. A kerámikus művész szerint Renáta harmonikus, nyitott, művészete belülről fakadó, lírai. Amellett, hogy Csőkeren át a textilművész, művészettörténet, rajz és vizuális kultúra oktató, aktív tagja az Oszcinátó együttesnek, amely megzenésített verseket ad elő. A művésznő igen sokoldalú egyéniség, szeret kísérletezgetni, új és új technikákkal próbálkozni. Városi sportcsarnok adott otthont a Babits Mihály gyakorló gimnázium és szakközépiskola szalagavató ünnepélyének. 6-12. Évfolyamos osztály tanulóit Dráb Istvánné osztályfőnök látta el hasznos tanácsokkal ünnepi köszöntőjében. Ezt követően a 11. évfolyamos diákok kitűzték az iskola címerével ellátott szalagokat a végzős tanulókra. Minden osztály vidám bemutató műsorral tette emlékezetessé az estét.
Az ünnepség fénypontja 90 tanuló palotás tánca volt, amelyet a gyakorló gimnázium testnevelő tanára C. Lászlóné tanított be. Kedves nézőink, Önök az Universitas Televízió műsorát látták. Híradónk és a nyitott egyetem előadásai megtekinthetők a www.univtv.pte.hu honlapunkon is. Köszönöm, hogy velünk tartottak, két hét múlva ismét találkozunk, viszontlátásra!